Jó estét kívánok, ez a Kultúrfelelős, az adás mai vendége Tordai Teri színművésznő, Jászai Mari érdemes és kiváló művész. Nagyon nehéz nekem ez a beszélgetés, legalábbis az elindítás, azért mert azt gondolom, hogy nagyon ritkán adatik meg valakinek, hogy az élete egy későbbi szakaszában olyas valakivel beszélget, akivel a korábbi szakaszban, amikor még nagyon fiatal volt, akkor el se tudta volna képzelni, hogy egyszer ez a szituáció itt most közöttünk létrejön. Mert én a gimnazista koromban, ha azt is mondhatom, hogy szerelmes voltam magába, így plátóilag, akkor nem tévedek. Úgyhogy ez egy kicsit, hogy mondjam, különösen is teszi számomra ezt a beszélgetést, de én nagyon boldog vagyok, hogy ez így létrejött. András, lehet, hogy tanítottam is, nem? Nem. A Rózsadombon a tanítóképzőben. Nem, mert a Lipótvárosban nem járt a Sziget utcai általános iskolába, úgyhogy akkor taníthatott volna. És most azt mondom, hogy most is Isten ilyen néz ki, de ha megengedi, akkor én most előhozok rögtön az első bejátszásnak egy olyan felvételt, amit maga már elég régen láthatott, már csak azért is, mert azt tudom, hogy az internet eléggé távol esik az érdeklődési körétől, ez pedig a YouTube-on található, ezt most mindjárt meg is mutatom, ott abban a monitorban tudja megnézni. De hát gondolom, hogy nem kell kvíz játékot vagy jutalmat adnom, hogy megmondja, hogy ez micsoda. Ez az esős vasárnap, nem? Igen, az esős vasárnapnak a próbafelvétele. Képzelj el, hogy ez a próbafelvétel ott van a YouTube-on, nincs hangja, csapók, de fura. Csapó snit választja el egymástól a dolgokat, és úgy látszik, ez volt a dolog, Keleti Marci bácsi biztos erre koncentrálhatott, hogy mindenki forogjon körbe, aztán magán kívül van Polonyi Gyöngyivel is, meg a többiekkel is ilyen próbafelvétel, de én azon gondolkozom, hogy mit lehet ebből a próbafelvételből egy rendezőnek megtudni? Ez jó kérdés. Szerintem a Marci bácsi nem egyedül volt, mert két csodálatos dramaturgia is asszisztense volt. Szász Péter és Bacsó Péter. Mm-hmm. És ők mindig együtt voltak hárman. Ezt szeretem, ezt a lenézést. És ebben már benne van valahogy a... Valahogy elég jó nézek ki, de mindig volt bennem valami szomorúság. Én nem tudom a szemembe, az egy érdekes, itt egy úgy visszanézek. Mert igazából én a főiskolán csupa ilyen drámai szerepeket játszottam Pártos Gézánál, Irinát játszottam. Akkor, mikor Gáti tanár úrhoz bejött a minisztériumból valaki ellenőrizni, hogy mit tanít, akkor a drámai verseket mindig én mondtam Radnóti, hogy na Tordai, akkor menjen föl, és akkor a sem emlék, sem varázslat, minden. Tehát igazából a főiskolán én ilyen komoly drámai színésznőnek indítottak el, és csak az élet vert úgy kupán, hogy rá kellett jöjjek, hogy úgy látszik nem a belső drámai arra kíváncsiak inkább, hanem leköti őket a külsőm. Igen, na erről majd még beszélünk, de tehát, hogy egy ilyen próbafelvétel, meg gondolom nem ez az egyetlen próbafelvétel, amit csinálsz, egy próbafelvétel, hogy mit lehet, hogy mozog, vagy hogy néz, vagy... Igen, én szerintem az, hogy mennyire fotogén valaki. Aha. És akkor erre az esős vasárnapban a rossz lány szerepére ők akartak nyilván egy olyan... Bár most, hogy eszembe jut András, és azt mondja, hogy mondjuk a fiatal kamasz fiúknak, kinek a gyönyörű, hosszú hajú Béres Ilona tetszett, ő volt a barna csoda, kinek a Halász Judit, aki aranyos, pikáns... Maga meg a szőke. Én meg a szőke, hosszú... vertikális szőke Daxli, így hívott engem egy asszisztens, és úgy szégyeltem magam. Igen, akkor lehetett választani a fiatalságnak, hogy ki legyen az idolunk, mint nekünk volt ugye, akkor a Brigitte Bardot, meg a Jeanne Moreau, oda voltunk, mindenki Jeanne Moreau szeretett volna lenni. Meg Lolo Brigida. Meg Lolo Brigida, igen, abban, meg Sofia Loren, igen. Szegedi Erika, ugye olyan igen. Volt, mint a Sofia. Igen, voltak ilyen elképzelések. No, vett is minket a közönség, az az igazság, és szerintem akkor így lettünk annak a kornak a sztárjai. Kicsit na most megmutatom azt, hogy milyen volt ott rossz lányként, mert a Béres Ilona YouTube
oldalán van egy ilyen jelenet az Esős vasárnapból. Na kislány, tanulunk kijönni? Igen. Fázom. Nagyon tetszel. És most nagyon szeretlek. Hát igen. Kérem szépen, nekem még nincsen kész a magyar dolgozatom. Csokonai Vitézmihály a debreceni kollégium. Nagy szöveg, hogy nekem még nincs kész a magyar dolgozatom. Ugye Kálmán György volt itt az ön partnere, és itt azt mondta közben, miközben ment a bejátszás, hogy beleszerettem Kálmán igen. Gyuriba. A valóságban is? Igen, a valóságban, uh-huh. Igen. Akkor éppen jártam valakivel, Andor Tamással, aki aztán operatőr lett, és bevallottam neki, hogy ne haragudj, Tamás, én nem akarlak téged megcsalni, be kell valljam, hogy beleszerettem Kálmán Gyuriba. És Gyuri nem tudott róla, majd erre ugrom, és akkor azt mondta Andor Tamás, hogy Teri, várjál egy hetet, adok neked egy hetet, ha akkor is szerelmes leszel, hát akkor váljunk szét. Igen, de nem volt több csók jelenet, úgyhogy utána utána nem volt olyan vad ez a szerelem. És később, mikor Kálmán Gyurival összekerültem a Nemzeti Színházban, és együtt voltunk a Bűnbeesés és utánban együtt játszottunk, akkor neki ezt elmeséltem, és azt mondja, most mondod? Olyan érdekes volt itt Kálmán György, aki nekem is az egyik kedvenc színészem volt, hogy itt valahogy még az a kálmános orgánum még nem teljesen csúcsosodott ki, és valahogy még nem volt olyan jelentős, mint aztán később. És aztán megnéztem a Sarkadi Gyáva filmet is, és ott is gyakorlatilag még mindig nem az a Kálmán György volt, hogy mi lehetett, vagy melyik darab lehetett, ahol így átkattant, és valami fantasztikus ellenállhatatlan lett utána? Szerintem a Tojás lehetett az első, ami híres volt, de én azt nem láttam, mert azt hiszem, még nem voltam főiskolás. Ami miatt meg a Gornagy Mária szeretett bele. Ja, akkor meg igen, igen. De utána, amikor a Bűnbeesés és utánt megcsinálta a Gyuri, de ha erről beszélünk, akkor ez a filmgyártásnak elég nagy hibája vagy hiány az, hogy a Gyurinak igazán sokkal többet kellett volna forgatni filmekben, de úgy érzem, hogy ő megtestesítette egy olyan furcsa entelektüelt, ami abban az időben kicsit túlnyugatias volt, akkor ezt mondták, hogy olyan nyugatias, olyan az, akkor igen. Az nem volt jó. Hát a Fotó Háberben is. Igen, ugye, igen, is igen. Színpadot, de szerencsére megmaradtak nyilván a színházi közvetítések, mert ugye ő volt az egyik fia Témárnak a igen, ügynök halálában. Igen, de én szerintem sok, tényleg eszembe jutott a Gyáva is, hogy mindig ő volt a sármőr, csábító, de a Gyuri nem csak az volt, a Gyuri egy korszaknak volt az tényleg az idólja, hogy mindenki, aki játszott vele, vagy aki látta, mai napig úgy emlékszik rá, hogy mindig valamit kinyitott az emberek a közönségnek a lelkébe. Ezt hívják a személyiség varázsának. Meg hát, hogy annyira át tudod lényegülni, amikor Humphrey Bogartot szinkronizáltak Casablancába, hogy Humphrey Bogart nekem elképzelhetetlen a Kálmán-féle szinkron nekem nélkül. Nekem is. Csak most, hogy ezt mondja, ilyen szerepeket jó lett volna, hogy nem ő a gazcsábító, hanem a Gyuriba benne volt az, hogy mindennő elképzelte, hogy ezzel az emberrel tudnék élni. Uh-huh.
legalábbis mivel nem volt viszonyunk és kapcsolatunk, csak így maradt meg bennem, hogy igen, mert érzékeny volt, mert lágy volt, mert a nő úgy érezte, hogy odafigyel rá, lehet, hogy nem figyelt rám, de a nő azt érezte, hogy kapok tőle valamit. Na most, amikor azt mondta az imént néhány perccel ezelőtt, hogy maga volt a hosszú szőke, a vertikális Daxley, ahogy az asszisztens elnevezte, a Wikipédiában, amit szintén nem olvas, mert nem foglalkozik az internettel, az olvasható magáról, fő szépsége évekig meghatározta szerepkörét. Na most, én szerintem azért ez nem volt baj. Ne. Hogy csak később találkozott olyan szerepekkel, amelyekről az ember azt mondja színészként, hogy na igen, hát ez egy komoly szerep. Tehát, hogy nem volt baj, hogy az elején a szépség dominált. Igen, ezt most mondhatom, 76 éves voltam most, december 28-a, úgyhogy már beleléptem a 77-be. És amíg egészség van, addig én boldog vagyok, elégedett vagyok, és fiatal vagyok, tehát azért mondtam meg most az évszámot nyugodtan. De most a mostani agyammal azt mondom, hogy tessék mindenkinek fölvállalni azt, amit először őróla a közönség. Mert amikor én kezdtem, a közönség nagyon dominált, hogy mi kell a közönségnek. Ez olyan, hogy úgy színészek szokták mondani, hogy na, mibe szeretnéd látni? Uh-huh. És ez egy fontos dolog, hogy el kell fogadni, de úgy érzem, hogy minden dekoratívabb színésznőnek, de ez nem csak nálunk, ez a Hollywoodban is így van, és a csinos férfi színészeknél nem mindig azzal foglalkozzanak, hogy nézek ki. Hát mivel foglalkozzanak? De erre az ember csak később jön rá, addig állandóan bizonyítani, akkor de tessék észrevenni, hogy nekem micsoda lelkem van. Hagyj engem békén. Itt is néztem a próbafelvételt, milyen szép sok hajam volt, még egy maslit is oda tettek, milyen kedvesen mosolyog. Nekem az akkor elég volt a tordai teriből. Na, akkor mutatok egy olyat, amiben borzasztóan vonzó, és énekel. Ne haragudj, ha őszintén beszélek. Hisz tudod, mennyit gondolok te rád? Nem akarlak én megsérteni téged. Csak megmondom, hogy van egy kis hibám. Egy kis hiba, mondhatnám azt, hogy semmi. De egy nőt nagyon le tud sújtani. Miért kell mindjárt a csók után egy perccel? Cigarettára. Ki csinálta ezt? Szerintem Kalmár Tibor. Mert nem találtam a nyomát, hogy ez Kalmár Tibor mikori rendezett. A felvétel, én sem tudom, ki a rendezője. Csak azt tudom, hogy Kellér Dezső itt a szövegét. Igen, ez biztos, hogy akkor volt, amikor én külföld után 30 évesen visszatértem, véglegesen, és akkor a Vidám színpadon is voltam 2 évig, ott szültem Lili lányomat, csodálatos öltöző voltam, miénk, Isten nyugosztalja őket. Itt a Lórán Lenke volt, és itt a Csala Zsuzsa volt. És amikor próbáltuk a Polly Amerikában, azt a Koldus Operának az egy folytatása, igen. És a figyelt engem, nem is tudom, azt hiszem a Kabos, meg a Kazallaci így a próbán adta díszletben, és akkor kijöttem, és azt mondja, Terike, ilyen poéngyilkost még keveset láttunk. Ez annyira tetszett nekem. Nagyon sokat tanultam tőlük. Nagyon-nagyon sokat. Nagyon jó kollégák voltak. És akkor kezdett sanzonokat énekelni? És akkor a Kalmár Tibor, akkor kellett énekelni. Hát magas szintre nem jutottam, lehet, hogy fejleszteni kellett volna még jobban. Dizőz nem lett magából. Dizőz nem lettem. De együtt dolgoztam Csákányi Lacival, Horváth Tivadarral. Szóval az jó volt, érdekes színes évek voltak. Na most... Még visszatérve a szépséghez, ugye, amelyik évekig meghatározta a szerepkörét, végül is a szépségének köszönhette azt, hogy el tudott menni nyugatra egy olyan időben, amikor nagyon keveseknek adatott meg ez a lehetőség. Tulajdonképpen, ahogy én elolvastam a magáról szóló cikkeket, gyakorlatilag önt a Hungaro film kiárusította a németeknek. Igen. Tulajdonképpen. És Dósai István volt ugye a Hungaro filmnek az akkori
vezetője, és ő valamilyen megállapodást kötött ott a német filmesekkel. Maga kiment játszani ebben az úgynevezett Susan sorozatban, de ahogy nyilatkozgatott erről, soha nem bánta meg, mert hogy egy, bejárta a világot, kettő, megtanult németül, három, összetudott szedni egy lakásra valót, meg egy Volvo autóra valót, mikor hazajött. Tehát nem bánta meg ezt egyáltalán, még akkor sem, hogyha hát ezekben a jelenetekben többnyire ruhátlanul is szerepel, de valószínűleg ez a maga számára nem volt olyan nagy gond, és hogy ez az egész szex kérdés miért nem volt olyan nagy gond, vagy hogy mit gondolt erről, arról most mutatok egy olyan bejátszást, ami nem olyan nagyon régen készült, de maga pont erről beszél benne. És engem például úgy érintett meg először a szerelem és a férfi lét, hogy hiányzott az anyukám simogatása. És akkor voltak ilyen sulibulik, és akkor én a férfi nemmel úgy találkoztam először, hogy amikor fölkértek táncolni, és egy ilyen kamasznak a keze megfogta a kezemet, én nekem az volt az első szexuális találkozásom a férfi nemmel. Ezt azért mondom el, mert a mostani nyitott világban ez a rengeteg, mondhatnám pornográf, én egyszer azt mondtam, hogy ha én erről akkor tudok, esküszöm apácának megyek. Na hát azt nem gondolt, vagy azt megnéztem volna, amikor Tondai Teri apácának megy, de mindenképpen érdekes, hogy ma hogyan vélekedik. Nem is tudom, furcsa volt, mert igazából teljesen levetkőzni a magyar filmben, a Pendragon legendába vetkőztem le. És hát akkor, ahogy kiürítették a műtermet, meg minden, nagyobb cirkus csináltak belőle. Egyszer megkérdezték, de most magának is elmondom, hogy ez nem prűdség vagy valami, hanem egy olyan fajta tartást kaptunk mi akkor, és ezt tessék, ez a 60-as, 70-es évek, és ezt mai napig hordom, nagyon büszke vagyok rá, hogy ha engem akkor a Playboyhoz, ha most lennék 22 igen. éves, és gond azt mondják, hogy azt mondanám, hogy igen, megnézem, megkérem az árát, és levetkőznék, mert ez most természetes. De akkor ez, hogy a mesztelenkedés, de most ezt, amit kapcsolódni fog ahhoz, amit ott mondtam, hogy az az igazság, hogy azért vagyok lényegében majdnem büszke, mert hogyha majd az unokáim megnézik a fényképemet, vagy ezeket a filmeket, akkor azt fogják mondani, hogy milyen szép egy szerelmes nő, milyen szép, mikor megfogja egy férfi kezét, milyen szép, amikor szemérmesen leveszi magáról azt az inget. Tehát a szerelemnek és a nőiességnek a legszebb oldalát tudtam megmutatni, és ez jó. Most mutatok ebből a Susan sorozatból valamit, ami abszolút szalonképes, mert szándékosan nem akartam olyat mutatni, amiben levetkőzik. Csak hogy milyen volt ez a, milyenek voltak ezek a filmek. Wohin? Zurück zu meinen Leuten. Bleibt, die brauchen euch jetzt nicht. Oh doch, ich gehöre zur Theatertruppe, ich bin die Prinzipalin. Um euch nah zu sein, werde ich die ganze Truppe engagieren. Ich bin der Conte Santa Croce di Luca, Madame. Mein Bruder ist der reichste Mann von Viareggio bis hinauf nach Empoli. Dann sollte ich dieses Engagement wohl doch in Erwägung ziehen. Heißt das, es geht euch nicht gut? Vielleicht. Seitdem dieser Napoleon sein Welttheater aufführt, gibt es für rechtschaffene Schauspieler keine Chance. Ich muss jetzt gehen. Ich danke euch sehr. Ich möchte euch engagieren. Ich brauche eure Hilfe, glaubt mir. Mein Bruder wartet dringend auf Nachricht von mir. Wir sind Komödianten und keine Postkuriere. Eben deshalb brauche ich euch. Seit Napoleon seine Schwester zur Herzogin von Lucca gemacht hat, wird jeder Brief von meinem Bruder Santa Croce abgefangen. Ja,
Eine Komödiantentruppe würde nicht auffallen. Sie wollen unsere Güter konfiszieren. Überall dieses napoleonische Gesindel. Seit über 2 Jahren bin ich hinter Dokumenten her über unseren Besitz. Ich glaube, jetzt habe ich sie endlich gefunden. Geheime Nachrichten also? Ihr sollt es nicht umsonst tun. Mein Bruder Enrico wird euch für diese gefährliche Komödie fürstlich belohnen. Ich sage ja. Wie wäre es, wenn wir jetzt über Einzelheiten reden? Ich muss zurück. És gondolom ezután következett az ágyjelenet Ernyei Bélával. Bélával nem, a Bélával nem. Azt hiszem akkor a... Ő vele soha nem volt ágyjelenete? Nem, Bélával nem, más játszott benne. Én nekem akkor a szerelmem Michel Morgannak a fia volt, egy nagyon szép francia színész, és az volt akkor neki az első filmje ebben a Virtin under Lámban, és aztán volt tulajdonképpen például a Harald Leibniz, ez egy korabeli színésztársulat volt, ilyen szekérrel járták az országot Napóleon idejében, és a vezetője volt a Suzanne. És a partnerem volt Harald Leibniz, aki Németországnak a legnagyobb színész rendezője volt. Még Latinovicsot kérték föl arra a szerepre, és akkor a Zoltán valamit forgatott Rutka Évával, és akkor ő nem vállalta el. Tehát ezek nagyon nemes vadak voltak akkor, vagy például egy másik partnerem, a leghíresebb francia Cyrano volt. Szóval ezek nagyon erős és jó színészek voltak abban az időben, de megmondom most, hogy itt együtt ülünk, elképesztő a mostani német filmgyártás. Szóval, amit a Berlin Babylonba csinálnak, én tévében nézem, olyan sorozatokat, hogy azt mondom, hogy júj, de tudnék most filmezni, miért nem most vagyok fiatal. Bár megmondom őszintén, hogy amiért nem félek a koromtól, egyszerűen megérzem zsigerileg, hatodik érzékkel, hogy én olyan szerepeket szeretnék játszani ilyen időskorban, mint a Darvas Lili a szerelemben, és ez engem utol fog érni. Ebben biztos vagyok. Mert van valami idejét múlt bennem, ami már nem divat bennem, de a kor azt helyére teszi, meg azért elég izgalmas az, hogy valaki ilyen jókedvűen tud magával beszélgetni. Na most... Mint hogy itt nem lehetett látni ezeket a filmeket akkor, mert nem volt internet, nem volt videókazetta, tehát pletykák jöttek Magyarországra. Az volt a pletyka, hogy Terry Tordai, ugye 2 RY-nal, meg a Tordainak is volt a végén egy Y, az pornófilmekbe szerepel. És amikor hazajött végül is, olvastam egy cikket arról, hogy azt nyilatkozta, hogy meglátta Béres Ilonát és Halász Juditot, a két barátnőjét a főiskoláról valamiben, és potyogtak a könnye, és akkor eldöntött, hogy na ennek itt vége, hazajövök. Hazajött, és gyanútlanul azt mondom magának, gyanútlanul azt hitte, hogy hát akkor minden úgy folytatódik, ahogy eddig, visszamegyek a Nemzetibe, ottan játszom tovább, és akkor elment a Nemzetibe. És hirtelen ott összeült a bizottság, Major Tamás, Marton Endre, meg Bod Béla, és akkor azt mondták, hogy nem veszik vissza. Ami hát gondolom olyan volt, mint egy tördöfés. Igen, kupán vert, nem azt mondom. És akkor csak az volt bennem, hogy bármit, két mondatot, egy mondatot statisztálni, csak hadd álljak be megint a sorba. És nem engedték. Nem engedték, de én elég kemény ember vagyok, és akkor én elmentem Pécsre. Arra voltam kíváncsi, hogy lett-e valami rossz kiejtésem a magyarba, hogy tudom én a magyar szöveget elmondani. Ez egy pillanat, igen. De mit mondtak? Ez a három komoly ember, mert aztán ezek tényleg komoly emberek voltak. Mit mondtak, hogy miért nem? Amiatt, mert hogy biztos, ott szexfilmekbe szerepel? Nem, arról szó nem volt, hogy biztos elfelejtettem a szakmát, nagyon sokan vagyunk, hogy nem, és akkor mondom, de nem baj, major elvtársat, akkor csak egy kis szerepet, és akkor majd visszadolgozom magam. És hogyha a kis szerepet se kapja meg, erre nem lehetett mit mondani. Most az volt az érdekes, hogy mivel egész életemet egyedül csinálom, minden hibájával együtt, itt egy nagyon nagy hibát követtem el. Nekem volt fizetés nélküli szabadságom. Tehát a Nemzeti Színház engem pénzt kért értem, hogy aki beugrik, annak a ruháját megcsináltatják. És azt mondták, 3 év múlva várnak vissza. Mondhatták volna azt, hogy jó, hát a filmet választottad, Isten áldjon, csináljad, de nem.
És én ennek nem néztem akkor utána. Tehát ez jogilag nekem kötelesség. Tehát akkor munkaviszonyban volt a nemzetiben még? Azért jelentkeztem ott, munkaviszonyban voltam. De az az igazság, hogy ha valakit nem akarnak használni, ők visszavehettek volna, és akkor nem kapok szerepet, akkor megsértődök minden. Kellenek egy színész életében főleg olyan pofonok, főleg mikor fiatal, ezért tudtam később nagyon jól váltani, mikor volt problémám később valahol, hogy megérezzem, hogy milyen erő van bennem, hogy mennyire szeretem én azt, amit csinálok. És akkor én nem matadtam itt Pesten, hogy itt riszáljam magam, meg ott, meg talán filmezni, meg szinkronizálni, hanem akkor elmentem Pécsre, és ott például a Hernádi Darabba játszottam a Falanszterbe szerepet, hogy meg a Gorki ellenségekbe, a Kézdi Gyurival, csodálatos csapat volt, Timár Éva, Bújtor István, Pásztor Erzsi Holpista, Mádi Szabó Gábor, szóval én nagyon erős csapatba kerültem bele, és nagyon jó volt, és azt éreztem, hogy igen, ezt nagyon szeretem csinálni. Az az érdekes, hogy elmehetett Pécsre, pedig tulajdonképpen úgy is járhatott volna, mint Bara Margit. Igen. Mert ez az álpletyka, hogy pornózott a Tordai Németországba, ez gyakorlatilag magát egy életre tönkretette volna. Igen. Persze, sokáig tönkre is tett. Tehát én nekem úgy kellett lemenni bárhova játszani, akár csak Pécsre is, hogy így húztam magam után a reklámot, hogy ő az. De aki ezt szereti csinálni... Idegileg kibírni. Úgyhogy aki miatt én most magával így tudok beszélgetni, az tulajdonképpen nekem a gyökerem, és ő a Lili a lányom. Tehát én tudtam, hogy mikor visszajöttem, és nem kellettem, és Pécs, utána Vidám Színpad, és utána szültem a Lilit 34 évesen, ami akkor még elég idős, valamit egyet tudtam, hogy engem csak a gyerek, hogy az aztán ki lesz belőle, fiú, lány vagyok, vagy valahogy, ahogy én ragaszkodtam édesanyámhoz, ez a ragaszkodás a családhoz, a gyerekhez, én ebben érzem a gyökeret, fura módon. Gyökeret. És ez is lendítette át aztán. És ez lendített át, hogy keménynek kell lenni, csinálni kell, bármit mondanak, ez most már nevetségesnek tűnne, mert ez eltűnt, de akkor még ugye a kapitalista borzalom, azért. Most az a vicces, hogy muszáj hozzászóljak ehhez a témához, hogy ugye van ez a Me Too. Hát én körülnéztem egy kicsit, és egyebet se láttam, mint hogy ez a sztár azért mert. Az a sztár azért mert. A harmadik azért mert. Láttam a csodálatos felfedezéseket, senki senkit nem jelentett föl. Ha rossz színésznő volt, nem lett belőle senki. Ha jó színésznő volt és tehetséges, egy pici segítséggel lett belőle valaki. Nekem ez egy picit nevetséges, de nagyon távolálló dolog. Erősnek kell lenni, itt ugrom egyet, mert mikor a három nővért rendezte nálunk az Alföldi Robi, egy nagyon izgalmas, jó előadás volt, még a Márta Pistának az igazgatóság alatt az Új Színházban, és én voltam az idős szolgáló, és akkor kihagyta az én szép monológomat. És azt mondta, hogy na ugye most meg vagy sértődve, mert itt sírt volna a közönség. És azt mondtam, Robi, én már rég nem lennék ebben a szakmában, ha megsértődnék. Ebben a szakmában nem szabad megsértődni. Ezt különben hiszem most is, nem szabad. Nem szabad. Mit szól például az a világ legjobb színésze vagy színésznője, hogy jön ki a közönség, jaj, de látod, milyen borzasztó volt. Szembe kell nézni, megmutatom magamat, és tetszik, vagy nem tetszik. Az a jó, ha tetszik. Akkor most muszáj megkérdeznem, hogy ez a Me Too, ez magát is érintette akkor? Ott Németországban? Az, amikor az ember már főszereplő, mindegy, hogy a Hungáró film adott el, vagy nem, egy stáb összejön, és azt kell föltételezni, mint amit én most föltételezek, ha nem ismerném, hogy maga a legjobb. Azért hívott engem ide, mert maga a legjobb. Összejön egy stáb, aki senki nem ismeri a másikat, igen, ám csak van egy producer bácsi.
És az csak a legjobbat választja ki, mert arra jön be a pénz után, a jó operatőr, jó rendező, jó forgatókönyv, és minden színész a legjobb. Na most, mivel én voltam ott 25 filmben a főszereplő, mindegy, hogy kevés pénz, ilyen koncertiroda kötött, nem ez a lényeg. Ha főszereplő vagy, akkor a nemes vad vagy, ahhoz nem nyúlnak. Csak addig el kell jutni. Úgyhogy még hálás lehetek a Hungarov filmhez, hogy a Tósai, de kb. Ez úgy volt, hogy... De lehet, hogy mások meg zaklatások útján jutnak el a nemes vad szerepén. Igen, és azért mondtam az előbb is, vagy lesz belőlük valami, vagy nem lesz belőlük valami. Gondolom én. Amikor aztán már olyan komolyabb, nem tudok most jobb szót mondani, komolyabb szerepeket kezdett játszani, én láttam, amikor a stúdió akárhányat forgattam, akkor ott forgattam a József Attila Színházban, a Pincében. Igen. A Gál Erzsi által rendezett éjjeli menedékeiben, ahol maga Vasszilisszát játszotta, és akkor én ott el voltam ájulva. Már rég nem a kamaszkori csodálatom volt, hanem az attól voltam el, ahogy maga ezt a szerepet eljátszott. És akkor mondtam magamnak, hogy nem csak szép ez a Tordai Teri, de nagyon, nagyon tud játszani is. És most megmutatok valamit, amiben szintén az derül ki, hogy maga hogy tud játszani, és micsoda könnyedséggel. Hát, mit mondod, hogy a fiammal együtt járna? Hát, már elég régóta, mert volt olyan érzésem, hogy ő nem mesélt rólam, nem mesélt Igen, rólam. Jó érzése volt, mert nem beszélt magáról. Értem, hát... Pedig mindig ígérte, hogy majd elhogy és bemutatta. Hát ez nem történt meg. Teri néninek. Ezt is meg kell szokni. Nem baj. Azért nagyon hálás lennék, a legközelebb csak annyit mondaná, hogy Terike. Csak így egyszerűen, Terike. Próbálja meg. Tegezzem a nénit? Igen, próbálja talán meg. Én is megpróbálom. Szervusz, Katikám. Katika, igen. Igen. Szóval tulajdonképpen nagyon féltem ide följönni, mert... Hát azt nem csodálom. Igen. De az az igazság, hogy... Hol ismerkedtek meg egyáltalán? Erről beszéljen, kérem. Hát, beszéljél. Hát a szigeten. A szigeten? Igen. És mit csináltál a szigeten? Hát a szigeten voltam egy barátnőmmel egy sátorba, és aztán beesett egy fiú a sátorba. Ez volt az én Károlyom? Nem volt neki hol aludni, vagy valami, nem tudom, de nem voltam én teljesen akkor magamnál, úgyhogy... És ő magánál volt, Károly? Hát... Ha csak úgy beesett, hát, az ön fiam nem iszik. Hát az az igazság, hogy nagyon jó volt vele. Igen. Igen. Hát ezt boldogan hallom. Akkor mégiscsak ivott aznap este, ha csak úgy beesett, és a Katikával jó volt, borzasztó. Anyós nézőben ez a darabnak a címe, amiből ez a részlet volt. Egy szabadtéri felvétel, és egy amatőr felvétel, de nekem nagyon tetszett, ahogy játszott. Már említettük azt, hogy Halász Judittal és Béres Önalával milyen fantasztikus kapcsolata maradt a főiskola után is, és most is, ahogy tudom, összejárnak. És talán ezért is érdekes, hogy végül is a mostani korszakának, ha szabad ezt a periódust nevezni, akkor a legnagyobb sikerű darabja az a Skalla lányok, amit Béres Ilonával együtt csinál, ami gyakorlatilag Örkény macska játékára épül, de mégis ugye Berényi Gábor írta át a darabot csak maguknak. Hogy volt ez, amikor megkérték őt, hogy meg kinek az ötlete volt? Ilonáé vagy a magáé? Ez az enyém volt, de onnan jött az egész, hogy a Csütörtökű Hölgyeket csináltuk 7 évig a Nemzeti Színházban. Mormari Béresi Tordai. És annyira jó volt az Illivel, volt egy zárt jelenetünk, és annyira jól teniszeztünk együtt. Ahogy csak a nagyon profik, amikor az már nem sport, az már nem színjátszás, hanem egyszerűen jó volt hallani. Viccavel, és mondom, te együtt kellene maradni, csak mind a ketten más színházban voltunk.
és akkor a Radnóti Zsuzsával találkoztam, ilyen Örkény István özvegyével, a Buda gyöngyébe, és mondom, te Zsuzsa, nincs valami, hogy az Illivel együtt valami. Azt mondja, hát nem, hát a macskajáték ugye nő, ugye. És fölhívott délután, hogy a Berényi Gábor átdolgozta, Berényi Gábort ő fölhívta, és a Gábor másnap megjelent, és elhozta nekünk a fénymásolt anyagot. Ilona is ott volt, és elolvastuk, beleszerettük, először úgy volt, hogy felolvasó színpadnak csináljuk, hiszen nagyon jó előadás megy a Mácsai Színházában, az Örkény Színházban ragyogó előadás. De ez olyan, az Ilona mondta azt, hogy ez olyan, mint egy házi koncert. Fura módon, ebben benne van minden, ebben benne van az, hogy jó a kapcsolatot tartani egy barátnővel, egy rokonnal, minden nehézsége ellenére, pedig más világban élünk, mind a ketten más egyéniségek vagyunk. És az a fura, hogy fiatal emberek szeretik, lányok, fiúk, ahogy csináljuk. Nekem erre van egy nagyon érdekes, mert ahányan csinálták a Orbánnét, mindenki zseniális volt. Kezdve a súlyoktól. Mindenki, igen. Csodálatos, és akkor tévén lehet látni, és... És mégis furcsa módon ezt különben, ezt azaz 5 év csinálta a szememmel, amíg én kint dolgoztam, amiről beszéltem, hogy erős erőknek kell összejönni. Sokszor a Ili néha kérdezi, hogy mi az, ami más nekem, mióta, hogy mi volt az az 5 év más. Az volt más, hogy mérhetetlenül hittem abba, hogy profival állok szembe. Tehát nem, hogy gyengébbel dolgozom, hanem egyszerűen, ha én egy erősebb emberrel dolgozom, vagy legalább olyan erősen, az így tudjuk egymást elhúzni. Uh-huh. Tehát a személyiségnek a csodája, és be kell mondjam, hogy az Ilonánál nőiesebb Orbánné nincs. Ez az Ilinek a személyiségének a csodája. Ez mindig rám nevet, hogy miért mondod? Hát mondom, ott ülök, bénán, hallgatlak, és egész egyszerűen, igen, ugyanezt mondom, sokszor nekem ez hiányzik, hogy én elhiszem, hogy jók, meg elhiszem a kritikát is, hogy jók, de érdekel ez engem? Ez a férfi színész, vagy ez a színésznő, érdekel engem eléggé, hogy ő belőle mi jön ki? Ő mit ad hozzá? Hol az ő titka? Én azért nem vagyok féltékeny, mert tudomásul kell venni, hogy én milyen karakter testesítek meg. Nem hiszek abban, hogy mindenki mindent tud játszani. Nem. Én eljátszottam a Tótékban a Tótnét, és akármennyire jól játszottam, az nem volt hiteles, mert már a kezem mozgása más. Nem lehet elhinni. Uh-huh. De mikor ott ülök, és azt mondom, hogy mi voltunk a szép Skalla lányok, akkor az ott van, hogy mi voltunk az Esős Vasárnap, mi volt az osztály, mi volt annak, ott van a személyiség titka. Mert amit az Illi tud, vagy más tud, vagy a Mary Strip tud, azt én nem tudhatom, mert az az ő titka. De amit én tudok, az meg az enyém. Na akkor most mutatom, hogy milyen a Skalla lányok a Promontor televízió felvételéből egy részlet. Garmisch-Partenkirchen. München ide majdnem 100 kilométer, de azért este 8-kor német pontossággal majdnem libasorba befutottak a parkba az autók. 8:30-kor a lány, nem az én Schwesterem, hanem a szobalány, kinyitotta az ebédőajtót. Odabent csak gyertyák égtek. 280 gyertya. A régi Vígszínházban Molnár darabokban lehetett ilyen főúri pompát látni. Előbb engem burítottak az asztalfőhöz, utána én mutattam meg mindenkinek a helyét. Mint már írtam, ilyen kisebb estélyeken, nincs név szerinti ültetés, tehát oda hívhattam magam mellé Rauschenik professzor, tehát nem csak orvosnak nagyszerű, hanem társalgónak is. Persze nem azért volt meghívva, mert az én kezelő orvosom, hanem a bátyja miatt, aki a Bajor Kereskedelmi Kamara alelnöke és Misinek fontos nexusa. Rauschenik rögtön a hogy létem iránt érdeklődött. Azt mondtam, amin nem lehet változtatni, amiatt nem érdemes panaszkodni.
Megdicsért, hogy milyen erős vagyok, és nagyon okos dolgokat mondott, csak amikor fáradt vagyok, akkor kicsit kihagy a memóriám. Hogy jöttek a különféle borok és pezsgők, mindig először nekem kellett a poharat felemelnem, mert amíg én hozzá nem nyúlok, addig senki nem iszik. Új ruhám van, amely antwerpeni fekete csipke. Úgy nézhettem ki, mint egy gyönyörű múmia. De bolond, annyi a holmi. És úgy küldenék neked. A Schwester hozza az altatómat. Reggel folytatom. Rémes napom volt, drága Gizám! Egy csomó kellemetlenség történt, és borzasztóan felizgattam magam. Ismersz engem a sok bajomban, felgyűlik bennem a méreg, és mintha egy égő karócot húznék magam után, minden átmenetekül felrobbanok. Mellesleg Mistótné, a tejcsarnokos nő már régen az idegeimre megy. De hogy pont Paula előtt, a Csatárka utcai tejcsarnokban. Az milyen, amikor ott ül gyakorlatilag mozdulatlanul, és nem csinálhat semmit, mert mindenki magát is nézi, azon kívül, hogy Orbánnéra hallgat, hogy mi volt a tejcsarnokban. Ez olyan nehéz, mint amikor egy betelefonáló műsorban, egy televízióban nem lehet csinálni semmi más, mert mindent látnak. Ott nem lehet még az orromat sem megvakarni, meg semmit. Tulajdonképpen azért találtuk ezt ki, hogy olyan, mint a kép, ahogy látszott, képernyőn legyünk, hogy tulajdonképpen a reakciója, amit ő, mert hát ugye elválasztja őket több ezer kilométer. Hát igen, és csak telefonon beszélnek. És csak telefonon beszélnek, igen. Én nekem volt erről egy elképzelésem a Gizáról, hogy ő nem pikírt és rossz indulatú, ő a Orbánén keresztül éli meg az igazi életet, mikor hallgatja, hogy milyen a szerelem, milyen az, rendben, mindene megvan, mindene jó. Itt nagyon sok mindenre arra emlékeztem vissza, hogy mindenki azt hitte, hogy milyen jó nekem külföldön, hú, milyen, és ott milyen lett, meg minden. És soha annyira nem voltam egyedül, mint amikor kint voltam, hogy én nem tudtam belehelyezkedni, nem vagyok rugalmas. Nagyon fontos különben rájöttem, hogy azért nem kell nekem pszichológus, mert én magamat tudom ellenőrizni, hogy meddig bírok. Én például igazából nem vagyok az a dekoratív vagyok, de mégsem vagyok az a sztáralkat, mert például ezek, hogy nekem mindig meg kell, a legnehezebben azt bírtam, amikor kint forgattam, hogy mindig el kellett menni meghajolni, meg bálokra, meg autogram. Jó, ez nem tartozik a munkámhoz, inkább olvasok, vagy sétálok, vagy kutyát sétáltatok, ami, tehát pont azt nem szerettem benne. De akkor nem ismerte föl ennek a PR jellegét, igen, hogy ez mennyire fontos. Igen, hogy ez mennyire fontos. Igazából most se annyira szeretem. Mert nem mindenkivel lehet úgy beszélgetni, mint ahogy most itt ülünk és beszélgetünk, hanem általában felületes, buta dolgokról kellene beszélgetni, ahhoz meg már lusta vagyok. Ahhoz már tényleg az, hogy vegyék elő a régi fényképeimet, azt el lehet bámészkodni, nézni. Most már inkább meghallgatom azt, hogy kellene jól, ügyesen elültetni egy fát, hogy a gyökereit hogy tegyem körbe föl, de szóval ilyen komolyabb dolgokra. Mindig most már el kell mondjam, mert kétszer is említette, de hát nyilván a nézők között van az én korosztályom is bőven, hogy én nem szégyellem, hogy azért nincs internetem, mert a fontos dolgokat azt a lányom elintézi, tehát ő olvassa el az interjúkat, meg nézik, így aztán tiszta marad a lelkem, mert hogyha letol a kritika, nem olvasom el, úgyhogy szűz lélekkel, jókedven indulok eredet. A Lili meg olyan rendes, hogy nem mondja meg. Lehet, elmondja. Nem, pedig mérhetetlenül fontos. Ehelyett rengeteg pénzt költök újságra. Jó, van, amelyik ugyanazt írja, de nem ugyanazt, mert ilyen színben, olyan színben, és azt én szépen elolvasom. Mindegyiket elolvasom, helyére teszem, nagyon sokat olvasok, az érdekel. Furcsa módon, hogy az internet magamat, én tudom, hogy mikor fogom megtanulni.
amikor esetleg egyik unokám külföldön fog tanulni, és bizony meg fogom tanulni a csetelésben, akarom látni, és akkor majd szépen, okosan, mert amit az ember akar, azt meg tudja tanulni. De azt hiszem, a korosztályomból sokan vannak, akik egy kicsit így eltartják maguktól, pedig ott van előttünk a világ. Lehet, hogy nekünk már az túl sok. Most a lánya ugye színész is, tanít is, és figyeli az internetet. De nem csak egyedül színész, hanem van olyan darab, amiben magával játszik. Az milyen, amikor az ember a saját gyerekével játszik egy színpadon? Az érdekes volt. Először együtt voltunk Veszprémben, a Várrenné mesterségében. Lili harmadéves vagy negyedéves főiskolás volt. Benedek Micu rendezte a darabot, a Várrennét. Az azért volt érdekes, mert általában a Várrennét mindig a nagy drámai színésznők, és a kis kezdők, azok a Vivik ott. Hát itt nagyon meg volt fordítva, mert a Lili a Viviben egy valami olyan új generációnak a teljes dinamikájával, a teljes számon kérésével lépett be, hogy egész elfelejtettem, hogy a lányom, azt mondtam, a betyár minden itt jött egy színésznő. Itt jött egy színésznő, úgyhogy teljesen elfelejtkeztem, hogy olyan. Most meg igazából, hogy a Patak Évának egy átírta nekünk egy regényét, a nagy nőkből is megállt a nagymama, de a nagymamát kihúztuk, hogy férfiak is nézzék, nagyon szeretik. Ez azért érdekes, mert a Lili több szerepet játszik benne, játssza a lányomat. Na nem két színésznőről van szó, hanem egy mamáról, aki nehezen tudja elviselni a kort, kirepül a két gyereke, a lánya férhez megy, a fia meg Angliába megy, és borul az egyensúlya, és elvált asszony, és ezt szenzációsan írta át az Éva, és nagyon szeretik, akik megnézik. Ott aztán Lili viszi a prímet, mert ugye ő a lányom, ő a pszichológusnő, ő a szerelmemnek a felesége, és még egy szerepe van, úgyhogy négy szerepbe brillírozik, és az jó. És akkor maga elégedett? Vagy azért, amikor nem jó, akkor megmondja neki a véleményt? Nem, én nem látom, hogy mikor nem jó. Annyira elfogult? Nem, mert megszűnik Lilinek lenni. Egyet nagyon bírunk, hogy egy ilyen jó veszekedéssel kezdődik a darab, meg elmondja a pszichológus nőnek, hogy én mondom neki, hogy nézd már, milyen szép az a pulóver. Erre, jaj, mama! Mondom, hogy ilyen vagyok, vedd tudomásul, ami a szívemen, az a számon, ilyen vagyok, mit csináljak? Fogd be egyszer a szádat. Szóval olyan igazi jó, ami nekünk valahogy kimarad, de itt aztán kiéljük magunkat. Lehet, hogy a Liliben benne van, és ez aztán jön. Ez jó? Maradjon ilyen. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Ez volt a Kultúrfelelős, viszontlátás a jövő héten.